Lennék gyümölcs nyár utón a kertben, fehér lepke tenyeredbe rejtve. Sziasztok! Szeretnék most bemutatni nektek valakit, egy kis angyalkát, egy tündért, Piroska. A Karolya Make-up Magyarország képviselője. Képviselő, akkor végül is majdnem jól mondtam. Szóval Piroskához azért jöttünk el, mert elsősorban most nekem egy Alisa Beauty-s kezelést fog adni. Ezt tudjátok, hogy én nagyon-nagyon figyelek a bőrömre mindig. Rengeteg vizet iszom, megpróbálom a létező legjobb kozmetikumokat használni. Mindenféle szempontból, nem csak krémek, hanem sminkek területén is. Szóval éppen emiatt először most egy krémes kezelést kapok, és utána pedig egy kis Karolya sminkelés veszi kezdetét, és tényleg azt gondolom, jó pár hónapja elkezdtem használni ezeket a termékeket, és ez egy nagyon-nagyon jó kis család, úgyhogy én megint egy jó otthonra találtam, azt hiszem. Ezt imádom, jó. A kényeztetést, vele mindent csinálhat. Minden fogsz kapni. Az a helyzet, hogy ha csak tehetem, akkor igazából ilyen havonta kétszer, de ha meg nagyon-nagyon húzós az időszak, akkor azért mégiscsak egyszer, azon kívül, hogy otthon ápolom a bőrömet, nagyon-nagyon szeretek tényleg kozmetikába elmenni, ahol nagyon-nagyon jó kezeléseket kapok. Így van. Szuper! És nagyon-nagyon nem mindegy, hogy milyen kezelést kapsz. Ugye ezért fantasztikus az Alisa Beauty, mert naturális. Nagyon fontos, hogy ne legyen benne parabén, ne legyenek benne kőolajszármazékok, nem érgezzük a bőrünket. Nem szeretjük a mérgeket. Így van. Te képzeld el, hogy én ezeket az ilyen komoly arctisztításokat, meg hát magát, amikor tényleg így bejön a tél, akkor így igen, érzem, hogy jobban igényli is a bőröm a mindenféle krémeket, és ezt egybe szoktam kötni, egy ilyen nagyon-nagyon, mondjuk egyébként is nagyon egészségesen étkezem, de mégis ilyenkor szoktam csinálni egy ilyen plusz, nagyon erős méregtelenítést. Azt nagyon jó. És most pont így jöttem hozzá, hogy tulajdonképpen én most itt tartom. Ez nagyon és jó. Annyira fontos, hogy mindig innovatív, a leginnovatívabb hatóanyagokkal dolgozzunk, hogy látványos legyen a kezelés, és fiatalon tudjuk tartani a bőrünket. De mivel azért te is rengeteget jársz mindenfelé, koncertek, nagyon sokat sminkelnek, sokszor késő estig dolgozol, ezek mind azért igénybe veszik a bőrt, és nagyon fontos, hogy ahogy beszéltél róla, hogy milyen fontos a víz, fogyasztása, de ez kívülbelül, tehát nagyon fontos a bőrnek a hidratáltsága. Most következik a sejtébresztő fázis, amikor egy platina szérumot beultrahangozunk a bőrbe, és felébresztjük az alvó sejteket.